Terézváros díszpolgára a posztumusz, Darvas Iván. Várj rám, s én megjövök, hogyha vársz nagyon. Várj Darvas Iván a Nemzetszínésze címmel kitüntetett kétszeres Kossuth Díjas színművész, a 20. század második felének egyik legmeghatározóbb egyénisége volt. Színpadon több mint 100 szerepet játszott el, magyar színpadon először ő vitte sikerre Süskind drámáját, a Nagybőgőt. Titkokkal teli lénye minden szerepében izgalmassá, különlegessé tette. Pályája elején többek között a Lilionfi, a Dollárpapa és a Bakaruhában című filmekkel szerzett országos ismertséget. Színházi és filmszerepei mellett színdarabokat fordított és rendezett. Remekül rajzolt, karikatúrákat készített, műveit rendszeresen kiállították. Lábjegyzetek címmel önéletrajzi regényt írt. Alkotó éveinek egy részét a Terézvárosi Lendvai utcai otthonában töltötte. 82 évesen, 2007. június 3-án távozott közülünk a Mennyei Társulatba. Emléke és felvételei örökre itt maradtak velünk. Van a Bajza utca sarkán egy kis palota, kisasszony, ha boldogtalan, jöjjön el oda. Én, mint a Terézváros egyik díszpolgára, nagyon nagy örömmel fogadom, hogy az életem egyik legkedvesebb színészpartnere, Darvas Iván is díszpolgára lesz a Terézvárosnak. Nagyon, nagyon jó volt vele játszani. Nagyon szerettem, és nagyon szerette a közönség. És nálam az a legfontosabb, mert mi a színházat, még ő is akkoriban, én még a mai napig is a közönségnek csináljuk. Mert nem az a legfontosabb, nem mégsem az a leglényegesebb, a reflektorfény és a reflektorfény kellős közepében állni. Összehasonlíthatatlanul és egy napon nem említhetően mélyebb és szebb és igazabb élményekben részesültem ezen a pályán.